A 611-es út mellett található a Gólyavár, ami a Dombai család számára közel másfél évszázadon keresztül szolgált rezidenciaként és birtokközpontként. A 14. század végén vagy a 15. század elején épült várat az évszázadok szép lassan maguk alá temették. A monumentális építmény feltárási munkálatai évekkel ezelőtt kezdődtek meg, melyet Dombóvárváros önkormányzata szorgalmazott. Nagyon fontos, hogy nyár van újból, és elindult ott ez a munka, hiszen már várjuk, és hál' Isten a régészek is várják, hogy tovább tudják folytatni ezt a munkát. Az idén 6 hétig fognak itt tartózkodni, és nyilván az önkvált szempontjából nagyon fontos, hogy a feltárás jó haladjon. Ezért minden feltételt biztosítunk ahhoz, hogy a munkakörülmények zöggenőmentesek legyenek. Diákmunkák sokat is tudunk biztosítani erre a feladatra. Amit évre elmondok, hogy nagyon fontos, hogy a diákok is megismerjék a múltat, és részt vegyenek ebben a munkába, és fertőződjenek meg egy picikét azzal, hogy ez a szakma is mennyire szép, és milyen kívásokat takar. Az idejében már egy 20 fős csoport itt volt, aki az előkészítő munkálatokat megtette, és így a feltárás sokkal egyszerűbben tud haladni, hiszen a tavaly, amit feltártak és betakartak, mire megérkeztek a részek, ezt, régészek, ezt már újból feltártuk. Az idejében a gunarasi táborba kerültek eljelzésre, mind a 20 diák, aki már az előkészítésben részt vett, illetve régészek is ott kerültek eljelzésre. Nagyon fontos, hogy reggel 7 órakor elmennek, délután 4-5-ig ott vannak, és ebből adódóan azt gondolom, hogy ez a napi 8-10 óra fizikailag nagyon megviselő őket, és minden este egy helyi vállalkozó segítségével meleg vacsorával várjuk őket, és nyilván mindent elkövetünk, hogy ki tudják magukat pihenni, hogy másnap tovább tudják folytatni. Azt mondom, hogy mindenki számára megterhelő munkát, hiszen azért 35-36 fokban kint lenni a napon, az nagy kihívás mindenkinek. Az elmúlt évek eredményei alapján elkészült már a vár elméleti rekonstrukciója is, amely ugyan nem tekinthető még egy végleges változatnak, azonban jól szemlélteti az egykori impozáns építmény nagyságát és szépségét. Természetesen az önkormányzatnak vannak tervei ezzel a területtel kapcsolatban. Úgy tűnik, hogy a várnak és a környékének a végleges nyomvonal is rombai feltárásra kerülnek néhány éven belül. Az elképzelések szerint is elkészültek a látványtervek is, mint egy 1 méter magasságig kiemelnénk ezeket a falakat és visszaállítanánk, és bejárható lenne ez a, azt gondolom, hogy most már nem csak elképzelt, hanem tényekkel alátámasztott is régi várnak a romjai. A vár maradványa ismert volt a kutatók számára. A 18-19. Századi szakirodalom úgy tartotta számon, mint Dombai Pál a híres jogtudós vára. Az egykor Dombóvár határában álló épület feltárási munkálatait a Bölcsésztudományi Kutatóközpont Régészeti Intézetének munkatársai végzik. Az idei terveink szerint a részben roncsolásmentes vizsgálatokat akarunk végezni a vár területén, illetve folytatni a korábbi években megkezdett feltárásokat. A geofizikai vizsgálatok elsősorban vártól kelet első területekre koncentrálnak, ahol egy téglaégető kemencének a maradványainak a helyét szeretnénk azonosítani, amit az írott adatokból ismerünk. A vár területén pedig a korábbi években megkezdett kaputoronynak a feltárását szeretnénk idén befejezni, valamint a keleti várfalnak a további szakaszait feltárni. 3 technikussal, de 2 régész hallgatóval végezzük el a szakmai feladatokat, továbbá az önkormányzat diákmunkásokat biztosította számunkra. Az évről évre folytatódó feltárások egyre több, korábban ismeretlen részletet hoznak felszínre. Várul ugyan a rendelkezésünkre áll egy 17. század végi részletes leírás, azonban ezen kívül nagyon gyérek az írott adataink erről a középkori építményről, úgyhogy a róla való információkat azokat elsősorban a régészet módszerével tudjuk megszerezni. Ugye ennek több módja van, a várost roncsolásmentes módszerekkel már az 1960-as, 70-es évektől kutatták, illetve volt egy nagyobb fellendülés a 80-as években, amikor egyik volt kolléganőnk Miklós Zsuzsa légifotózást és terepbejárást is rendszeresen végzett a lelőhely területén, azonban a régészeti ásatás csak 2014-ben kezdődött a lelőhelyről, és amiatt, hogy nagyon kevés írott adat áll rendelkezésünkre, valódi információkat csak ennek a módszernek, vagy ezeknek a módszereknek a segítségével tudunk szerezni a lelőhelyről. Első ásatási szezon után is érdemi információkkal gazdagodtunk. Az elmúlt évek alatt sikerült a vár kiterjedését, főbb építési periódusait megtalálnunk, illetve az 1702-ben lerombolt falaknak az alapozásai is előkerültek, viszont minden egyes ásatási idénnyel az információk egyre gazdagodnak, és egyre finomabb részleteket tudunk megismerni. Itt a
város 300 év, nagyjából 300 évig állt fenn. Az egykori főúri rezidencia ásatási munkálatai alkalmával előkerült leletek feldolgozása folyamatos. Sok kolléga dolgozik az ország minden pontján az itt előkerült adatokkal és leletanyaggal. Tavaly szeptemberben volt is egy konferenciánk itt Dombóváron, ahol bemutattuk az eddig elért eredményeket, mind a feltárás, mind pedig a feldolgozás szempontjából. Idén augusztus végéig folynak a Gólyavárnál a feltárási munkálatok.